Tehát a kolozsvári fizikus klub az tulajdonképpen a Bábás-Bolyai Tudományegyetem egy ilyen alszervezete, amit diákok hoztak létre azért, hogy tudományról együtt értelmesen beszélgessünk. Elsődleges célja a táborok szervezése volt, és tudomány népszerűsítő előadásoké, de ez a koronavírus járvány következtében félbeszakadt, és ezért ezt az egész kolozsvári fizikus klubot újra kellett indítani, ezért ezt elnevezték 2.0-nak, és áprilisban született ez az egész ötlet, amikor már annyira lehetőség volt, hogy találkozzunk, egy társas játékozás következtében vetődött fel ez az egész Stratoszféra Ballon projekt ötlete. Több fázisa volt ennek az egésznek, egészen a teljesen nullából való tervezéstől, ugye mostanig a felengedés pillanatáig. És hát a csapatunk 16 tagból állt, és itt három fő csapat dolgozott különböző feladatokkal. Elsődlegesen ugye a hardware meg az eszköz összeállításával, ezeknek mindenféle megtervezésével, ugye a különböző szenzorokat is ki kellett választani, meg a kamerákat, ami végül az egységbe került. Ezen kívül egy másik csapat foglalkozott kicsit elméleti oldallal. Ez magába foglalja azt, hogy írtak egy szimulációt ahhoz, hogy a ballont majd a felengedés alatt végig tudjuk követni, és meg tudjuk találni. Ehhez egy GPS követőrendszert használtak, és ezen kívül pedig volt egy kicsit vegyesebb csapat, ami mindenféle feladatot csinált, többek között ejtelmét vart, adminisztratív ügyeket intézett, szponzorokkal beszélt. Az elsődleges cél tudományos. Mindenfélét szerettünk volna mérni, többek között páratartalmat, hőmérsékletet, légköri nyomást, széndioxid koncentrációt. A másodlagos cél ez az edukatív jelleg, hogy belevonjuk kicsit így az erdélyi iskolákat is ebbe az egész projektbe, hogy ők is közelebbről lássák, úgyhogy így zajlik. Itt tulajdonképpen űrkutatási jellegű projekt, és a fő cél az az, hogy amiket mi mérünk adatokat, azokat eljutassuk az iskoláknak, és miután a teljes projekt lezajlik, előadásokat tartsunk erről. Mindenféleképpen szeretnék még ilyen hasonló magas légköri ballon felengedést végrehajtani. Szeretnénk, hogyha ez így Erdélyben meghonosodna, mivel ezen kívül az a projekt, amiről még tudunk, 2014-ben volt végrehajtó, ez Marosvásárhelyen zajlott, de a miénk azért különleges, teljes mértékben egyetemisták hajtották végre a kivitelezést, egészen az ejtőernyő megtervezésétől, a doboz készítéséig és az egység összerakásáig mindent készítettünk el.